Zajlanak a munkálatok karcsán egy régi épület felújításán dolgoznak a helyi önkormányzat munkatársai. Hamarosan fél ezer galambot helyeznek majd itt el, és gondoskodnak róluk nap, mint nap. Ez az egyik helyszín, de még egy épület felújítására kapott támogatást a település 12 millió forint összértékben. A korábbi évek tapasztalataira alapozva a szárnyaló gazdaság nemzeti húsgalamb program keretében folytatja ennek a programnak a fejlesztését az önkormányzat. 15 önkormányzatot, 17-et nem tudom pontosan, kijelöltek galamtenyésztésre. Tudjuk azt, hogy Karcsán már korábban is volt ennek hagyománya. Nekünk korábban is volt már 400 pár, most 500 pár hubbel galam érkezik olasz, illetve Magyarországról, és ennek a felvásárlása ez már biztosított. Van szerződő partnerünk, és nagy valószínűséggel magyar feldolgozással Olaszországba fog menni a galamb. És ahogy itt mögöttem is látszik majd, elkezdték a, a, az épületnek a felújítását. Ez szintén belügyminisztériumi segítséggel megy. Tulajdonképpen megvásárolt régi lakásokba helyezzük bele a galambokat. És ez így, így hasznosítva van az épület, rendbe is tudjuk tenni. Egyébként is rendbe kéne tenni, így meg központi segítséggel, belügyminisztérium segítséggel, tetőcsere, szigetelések és egyéb más dolgokat el tudunk rajta végezni, ami az állattartásnak, a galamtartásnak megfelel. Karcsa község önkormányzata az elmúlt években is számos területen igyekezett előrébb lépni, amelyből plusz forrásokhoz juthatott és további fejlesztéseket valósíthatott meg. A Húsgalan program is ezt a célt szolgálja, annak további fejlesztésével együtt. A galambászat hagyományai Magyarországon évszázadokra nyúlnak vissza, a szaktudás mellett a takarmány termelő területek is adottak, így ez a tevékenység újabb megélhetési lehetőséget jelenthet a vidéken élők számára, tette hozzá a polgármester. 4000 forint körül van a galamnak az ára, De természetesen, hogy úgy mondjuk, nem tudom, ez törzskönyvezet, vagy törzs, vagy minek nevezük, tehát törzsállomány ez a lényege a galamnak, törzsállomány, és körülbelül az 500 párból olyan 2,7-3 millió forint per év tiszta haszon érkezik belőle ebből a galomból. Így már, hogy megvan még egyszer, ahogy az előbb említettem, megvan a piaca. Mindezek mellett a fólia sátras növénytermesztéssel is előrébb lépett idén az önkormányzat. Immáron 2000 négyzetméteren termelnek folyamatosan például zöldségeket, virágokat. A Krizantém az hozott nekünk tavaly 1 millió tiszta hasznot az önkormányzatnak, de most egy ilyen fóliasátorból egy millió forintot kihozni, nem egy olyan rossz dolog, az önkormányzatnak nagyon jó bevétel. Megkezdtük az egynyári világoknak a palántázását, palánta nevelését, káposzta, egyéb más növények, tegnap is például egy adagot, nem tudom, az, 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 az 500 főre, hogy mennyi saláta szükséges, 3-4 fej, akkor azt mondom, hogy 2000 fej salátát bevittünk a konyára. Úgy gondolom, hogy, hogy nagyon hasznosak ezek a fóliák. Egyetlen egy fűthető fóliánk van, az által a, a palántát, meg egyéb dolgokat meg tudjuk nevelni, tehát mindent időbe tudunk csinálni. Ezzel együtt saját költségeit is csökkenteni tudja a település, tette hozzá a polgármester.